kulturális ágazatot érintő komoly új fejlesztési irány megjelenését szeretnénk itt a sajtóképviselőinek is bejelenteni, hiszen hogyha számba veszük, hogy a 2015-ös, tehát a mögöttünk hagyott teljes esztendő tekintetében a kulturális államtitkárságnak a fejezeti előirányzataiban 52 milliárd forintos kiadás szerepelt. Ez a teljes közgyűjteményi, múzeumi, könyvtári, levéltári világ, valamint a közművelődési terület, illetve a művészeti intézményeink teljes fenntartási költségeit, a programokat, mindent képes volt finanszírozni. Most ez az összeg jelentősen megemelkedett az idei esztendőben, számos beruházás miatt is. De hogyha azt mondjuk, hogy a kulturális tárca által érintett Európai Uniós forrás állomány várhatóan 62 milliárd forint lesz, akkor a dimenziókat úgy nagyjából el is helyeztem, hogy milyen nagy dologról van szó. Magyarán a 2014-2020 közötti Európai Uniós finanszírozási ciklusban azok a programok, amikről most három programról érintőlegesen be fogok számolni, amik útjukra indulnak, ezek jól szimbolizálják azt, hogy a teljes magyar kulturális élet vonatkozásában egy nagyon erőteljes forrás allokációt tudunk pozícionálni nagy együttműködésben más társágazatokkal, kiemelten is egyébként a köznevelés, az oktatás területével. E pályázataink körében kiemelkedik az a 6 pályázati felhívás, amik már megjelentek, és amelyek közül 3 olyan nagy csoportosulás van, amelyeknek a programjai úgy látjuk, hogy a kulturális alapellátás gondolkodásába jól illeszkednek. Magyarán megpróbálnak egy széles társadalmi térben pozícionáltakká válni, és ebben nagy segítségünkre van tehát a köznevelés teljes intézményi hálózata. E 3 program, amiket így röviden néhány gondolat erejéig be is mutatok, majd a végére hagyom a mai projektindítónak a programcsomagját. Az első a kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért névre hallgató program, ez egy 5 milliárdos pályázati forrásállomány. A második az Országos Múzeumi és Könyvtári Központi Fejlesztés kérdésköre, amit 2 milliárd forinttal fogunk tudni támogatni, és a harmadik ilyen nagy csomagunk, ez a cselekvő közösségek, amiért ma együtt jöttünk, összejöttünk, aktív közösségi szerepvállalás témakörében ugye 3 milliárd forintnyi forrás áll rendelkezésünkre ennek a pályázatnak a keretében. De már is hangsúlyoznunk kell, hogy ezen képzés és program és indító 3 milliós pályázat már indukálni fogja és előlegezni fogja a területi operatív programokban megjelenő mintegy 25 milliárd forint körüli keretet, amit majd ugye a megyei önkormányzatok a teljes magyar települési világban, illetve a megyei jogú városok képesek lesznek ugye Pest megyét és Budapestet kivéve hasznosítani és értékesíteni. Az új Széchenyi terv keretében ugye több olyan kulturális pályázat jelent meg, amelyek a köznevelési intézményekkel együttműködve kerülnek kialakításra. Magyarán a tanórán kívüli programokat, a tanórán kívüli lehetőségeket, mint a bevésődést jobban és hatékonyabban segítő programokat kínálják ezek a pályázatok. Ezeknek köszönhetően azok szám, akik részt vehettek kulturális intézményekben zajló nem formális és informális tanulási alkalmakon, ezek vetélkedők, szakkörök, erdeiskolás programok, meghaladta a résztvevők száma 850 ezer főt. Tehát ezért merjük állítani, hogy ezekkel a programokkal valódi társadalmi megújulást célzunk, mert hogy nem csak kvalitásban fontosak azok, amiket a itt jelenlévő konzorciumi partnernek is a harmadik program esetén segítenek, hanem kvantitásos alapon is azt mondhatjuk, hogy széles körben terített programokról van szó.
Az első említett, tehát a kulturális intézményekkel a közművelés eredményességéért nevet viselő programban a célcsoport az óvodás és az iskolás korosztály. Itt egy kompetenciafejlesztő program zajlik, ismeret és tudásgyarapítás történik kulturális intézmények közreműködésével, segítségével. Azt gondoljuk, hogy ez egy régi, jól bevált gyakorlat, de mióta az elmúlt évtizedben nagyjából a múzeumpedagógia az új fejlesztéseit, új innovációját, szakmai módszertani megújulását véghez vitte, azóta a kulturális intézmények, illetve a közgyűjteményi pedagógiai programok kifejezetten eredményesen tudnak hozzájárulni a távlati társadalmi célokhoz ezeken a lehetőségekkel keresztül. Itt, ahogy említettem, ugye Budapest és Pest megye kivételével gyakorlatilag minden régió, nyilván a kevésbé fejlettebb régiók pozitívan diszkrimináltak, székhelye vagy telephelye rendelkező közművelési intézményei, népi kézműves alkotóházak, könyvtárak, múzeális intézmények, levéltárak és előadó művészeti szervezetek, vagy az ő fenntartójuk tudnak pályázni. És ugye a kerekösszeg, ahogy említettem, 5 milliárd forint. Az igényelhető támogatás mértéke pedig elég jó szórás mutat, tehát kisebb programokra is, és komplexebb programokra is lehet pályázni, ugyanis az összeg, az igényelhető, visszanemtérítenő támogatás összege 5 millió forint és 30 millió forint között van. 5 és 30 millió forint között van, ez tényleg úgy tűnik, hogy intézményenként, tehát nem kényszeríti bele az intézményeket abba, hogyha valami kisebb programjuk van, akkor hirtelen megpróbálják a nagyot megpályázni, ezért hasznos egy ilyen kiírás. A támogatási kéremek benyújtása egyébként 2016. október 17-től lehetséges, innen is bátorítunk és buzdítunk mindenkit az e-programba való részvételre. A második nagyobb csomagunk az Országos Múzeum és Könyvtári Központi Fejlesztés, ez 2 milliárd forint keret összegű most meghirdetett pályázat, amely révén megvalósulhat a múzeumi és könyvtári komplex és kiemelt fejlesztés. A célja, a célrendszere ennek a kiírásnak a múzeumi területen a szakmai továbbképzések rendszerének továbbvitele vagy fejlesztése, ugye ennek eddig is, ahogy jeleztem, jelentős hagyománya van, és a múzeum felkészítése erre a bizonyos nem formális és informális oktatásban történő még intenzívebb bekapcsolódásra. Itt a megvalósító a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum. A könyvtári szakterületen az országos könyvtári rendszer alkalmassá tétele a köznevelés hatékonyságát és eredményességét szolgáló új típusú kompetencia és készségfejlesztő tanulás támogató szolgáltatások nyújtására. Egy levegőre fel tudtam olvasni, tehát itt egy nagyon jól körülhatárolt, szakmailag későbbiekben jól megindokolt programot láthatunk a könyvtári területen, itt pedig a Szabó Ervin könyvtár lett a megvalósító fél. Ebben a pályázati csomagban a támogatási kérelemnek a benyújtása történik már meg november 7-éig, tehát most készülnek a múzeumi terület, illetve a könyvtári terület intézményei, hogy ebben a tárgykörben tovább folytassák a korábban megkezdett munkáikat. Nyilván itt a korábbi támopos programok egyfajta első fázis jelenthettek adott esetben a most meghirdetendő programok elé vagy mögé, úgyhogy bízunk abban, hogy sok-sok munkatársi közösség és műhely fogja megcélozni ezeket a programokat. És akkor elértünk a cselekvő közösségek aktív közösségi szerepvállalás kiíráshoz és témakörhöz, amelynek részletezésére majd nyilván Cseri Miklós barátom és a főigazgató urak fognak részletekbe menően önök előtt referálni. Mint említettem, 3 milliárd forint keretösszegű fejlesztésről van szó, amely gyakorlatilag most már a megvalósítási szakaszba került, úgyhogy ezzel állunk a legjobban, ezzel a programunkkal. Támogatottai pedig a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, ahogy elhangzott, a Nemzeti Művelődési Intézet, akkor is, hogyha a feladat a továbbvitelével ugyan, de január 1-től már más formában fog működni, és az Országos Széchenyi Könyvtár, mint a
könyvtári terület csúcsintézménye. Erre fog épülni, ahogy jeleztem majd, ugye egész országban már tervezett, egyébként már tervezett topos támogatásoknak az egész sora, úgyhogy nagyon bízom abban, hogy itt majd a konzorciális együttműködésben résztvevő csúcsintézményeink megszólítják a településeket, megszólítják a közművelési és közgyűjteményi intézményeket, mert nagyon szeretnénk azt, hogy a közösségfejlesztés vonatkozásában, ami egy nagyobb, perspektívikusabb társadalompolitikai cél, hogyha ebben a közösségfejlesztésben tényleg minden közösség végig gondolná, hogy ő saját maga milyen módon tudna részt venni. Nagyon örülünk annak, hogy az elmúlt hónapokban, egy-két évben nagyrészt az NMI koordinálásában, de számos kulturális intézményünk kezelésében olyan mintaprogramok kerültek kialakításra, és olyan mintaprogramok érintették már meg a helyi közösségeket, amelyek kapcsán különböző célcsoportok, kisebb települések, kisebb városok, nagyobb települések, idősebb korosztály, egészen fiatalok, sok mindenki, hagyományőrzők, innovatív programban résztvevőket, mindenkit megcéloztak az intézmények olyan mintaprogramokkal, amelyek révén felélesztették, felébresztették a települési közösségeknek az iránti szándékát, amely immáron, ez egy kulturpolitikai törekvésünk is, hogy ne izolált, egymással kapcsolatot nem ápoló és közös, aktív kultúra részvételben szerepet nem vállaló emberek halmaza legyen a magyar társadalom, hanem valóban egy közösségben gondolkodó és valamilyen cél érdekében heti rendszerességgel alkotni képes az aktív kultúra csinálásban résztvevő közösségek revitalizációját tudjuk megtenni ezen programok kapcsán. Úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, hogy ez a távlati társadalmi célrendszer ez ebbe bele fog tudni tagolódni, talán a leghatékonyabb eszközként a most meghirdetett cselekvő közösségek program. Sokat várok nem csak a konzorciumok nyilvánvalóan szakmai munkájuk és előzményük okán kiválóra készülő programjától, hanem attól is, hogy majd a települések, illetve a helyi közösségek hogyan fognak erre rácsatlakozni, erre a nagy indító programra. Mindenkinek, aki ebben munkatársként részt vesz, innen is köszönetünket tolmácsoljuk, és kívánom, hogy sikerrel járjon ez a vállalkozásunk. Köszönöm szépen, megtisztelő figyelmüket, átadom a főigazgatóraknak a szót.